Létezik-e ördög? A Szentírásnak már az első lapjain olvasunk a sátán megjelenéséről, akinek a jelenléte épp olyan valóságos volt, mint ahogy Ádám és Éva is valóságosan elbukott. Az Ószövetség ettől függetlenül keveset beszél a sátánról, mivel az ókori zsidó népnek elsősorban az egyetlen Isten felsőségét akarta Isten megtanítani. Az Új Szövetségben jóval gyakrabban kerül említésre az ördög személye, akiről Jézus és az apostolok is élő személyként nyilatkoztak. Bár a felvilágosodás kora óta egyesek csak metaforikus értelmet tulajdonítanak az ördögnek és az ember bűnének megszemélyesített formájaként értelmezik, de a Szentírás nem ezt tanítja. Sem a Biblia, sem a több ezer éves emberi tapasztalat nem támasztja alá a sátán metaforikus értelmezését. A sátán az Édenkert úta mardossa az emberiség sarkát, de Jézus Krisztus a keresztjével legyőzte a hatalmát.